64 éves leszek ebben a hónapban, megérem, és úgy gondolom, hogy sem erőm, sem talán motivációm sincsen ahhoz a munkához, amit most végezni kell. Így indokolta Nagy Gábor, hogy 22 év után megválik az Alba Régia Sportklub elnöki posztjától. A küldött közgyűlés értékelte az elnök eddig végzett munkáját, és friss alapszabálymódosítás után a klub örökös tiszteletbeli elnökének választotta. Nagy Gábor utódlásáról is döntött a küldött közgyűlés, és ez a döntés is egyhangú volt. 36 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a kosárlabda csapat korábbi legendás játékosát, Dávid Kornélt választották az Alba Régia Sportklub új elnökének. Dávidnak egy leosztás, Dávid pedig szép csel után első kosarát szerzi. Dávid Kornél a pályán már számtalanszor bizonyította képességeit, és miután az amerikai, a spanyol, a francia vagy éppen a litván kosár kultúrát is testközelből ismerte meg pályafutása során, alig ha nem várható tőle, hogy vezetőként is az itt szerzett tapasztalatait kamatoztatja majd. Természetesen nagyon sokat láttam, és ugye a mostani főmunkám is ugye egy elég közelbeengedést rejt ugye az NBA csapatnak a munkájában, hogy történnek a napi dolgok, hogy történik a vezetés, döntések meghozatala. Ezt tanultam is egyébként évekkel ezelőtt kint Amerikában, tehát csak annak az átvitele a magyar viszonyokra, ez megint egy más kérdés, tehát abban azért nem reménykedem, hogy mindent tökéletesen át lehet hozni. Vannak olyan ötletek és gondolatok a fejemben, amit szeretnék természetesen itt is, ha lehetséges, és remélem lehetséges, kicsit ebbe az irányba tolni, ami úgy gondolom, hogy sikeres lehet. Nem lesz egyszerű dolog. Mindenki tudja, hogy milyen helyzet van, főleg az ilyen nagy kluboknál, ugye, ahol több szakosztály is van, és nem csak egy sportára kell fókuszálni. Játékosként is azt gondolom, hogy nagyon keményen dolgoztam azért, hogy elérjek bizonyos dolgokat, és hát próbálok majd valószínűleg ezen az úton haladni, egy kemény munkát várok el saját magamtól is, és hát mindenki, aki körülöttem dolgozik. Cél természetesen az, hogy ha a kosárlabdánál maradunk, akkor az, hogy ugye a csúcsra jutni ismét, és ismét bajnoki aranyérmet szerezni, akkor egyértelműen a kemény munka az alapja mindennek.